Sziasztok srácok, Zsozi vagyok, ez pedig ismét az Evil Within című játék. Ugye a paradicsomos leveses bográcsba fejeztük be, gyerekek. Ugye hát itt azért készül a vacsora nagyba. De mindegy, haladjunk tovább, srácok. Kislisszanunk ezen a létrán. Hát itt elférne egy kis tatarozás, gyerekek. Le kéne csiszolni a csöveket, drótkefe, rozsdamaró. Mert ez hamarosan, hát nézzétek meg, milyen állapotok vannak itt. Ki kéne meszelni. Na nézzük, mi van ez az ajtó mögött. Gyerekek, biztos egy szivárvány, amin egyszarúak lovagolnak. Ja, nem. Itt az elszívás. Gyerekek. Kiszívja a finkszagot. Ez vallom, hogy dörömbölnek itt valahol. Hát... csak nincs itt az a pacalarcú. Hopp, beleugrottunk a térdig nyakig érő kulába. Egy barna bója elúszik mellettünk. Hát gyerekek, ez a bicegés, ez hogy is mondjam nektek, olyan ugróiskora jellegű. Na, itt van, nézzük meg a farmatoros székkel rendelkező fiatalembert. Hopp, egy füzet. Hát, hogy mire való? Ha ránk jön a cifra fosás, akkor van mihez nyúlni, gyerekek. Mikor végeztünk és ki akarjuk törölni a fugázást. Itt a kazon. Beküldi gyújtani. Merre kell itt menni? Le van lakatolva itt a téma. Szekrénybe bújjunk be. Nem lehet. Hát akkor ismét létrázás következik harmadik vágányon, gyerekek. Suhanunk. Itt megnézhetjük, hogy hogyan van itt falazva ez a kis kútgyűrű jellegű dolog. Ugye köműves szabály picsa-picsán nem lehet, ugye fuga-fugán. De nézzétek, hogy milyen fuga van, öcsém. Hát ilyet a legnagyobb mester rak, öcsém, tényleg. Hát mindenhol egy centis a izé, fuga, tényleg, le a kalappal. Na. Most mi van? Ott egy gép, gyerekek, leülünk rankedezni, föl kell jutnom Goldba. És még egy füzet. Most már kétszer is tudunk kulázni. Nézzük hát. Nézzük meg azt a biztosítéktáblát, ahol tudtam én. És sötét van. Ja nem. Azt hittem, hogy korom sötét van. Ott a jó kis olajos kanna, srácok. Checkpoint van, itt biztos lesz valami tryhard. Mint egy jó Goa Party szeletelne karakterünk, úgy biceg egyébként. Úristen, gyerekek, mi az az Outlastos hangulat? Na, álljál le! Megtámadnak az emlékek, gyerekek. Outlastnak ki lehet kergetni engem a világból. Itt egy visszaváltható raklap, gyerekek, egy tálca sör. Egy hétvégi bulin. Le kell csapni rá, mint tyúk a takonyra azonnal. Egyes ajtó nyíj ki. Mi a fasz? Bújj be! Siess már! Menjél már be! Öcsi, mert egy hétig kell nyomni. És itt az Outlastos érzés. Incoming. Gyerekek, én Outlastot streameltem, nem hazudok nektek. Fél órából 20 percet a szekrénybe töltöttem, mert be voltam gittelve. Azt a kurva. Szeleteli a levegőt a csávó. 30 centis darabokra. Hát az a trikót azért csak le kéne venni. Na, nagyon ki van. Remélem, hogy a szekrényben nem néz be. Már megint a szekrénybe rohadunk, öcsém, mint az Outlastba. Bátrak vagyunk.
Szép és laza. Kicsi a láncfű részes. Sza, sza. Na nézzük, mi van itt. Jaj, ez erre jön, geco! Na gyerekek, ez tényleg egy Outlast-os dolog lesz, úgy látom. Ugye a szem azt jelenti, hogy keres minket, vagy valami ilyesmi, nem olvastam el. És jó már. Hát ez nagyon kígyó, gyerekek. Olyan rossz érzéssel tölt el egyébként, mikor üldöznek akár csak egy játékban, vagy ilyen szituáció. Úristen, ezért nem bírom annyira ezt a témát. Jaj, ne vegyél észre! Te tőgyarcú! Nem, nincs see me. Menjünk egyik szekrénybe a másik szekrénybe. Gyerekek, ilyen ez a pop szakma. Merre van ez a seggfej? Itt jön pedig valahol, úgy hallom. Ja, ott van. Ja, hogy errefele nézelődik, azt jelenti ez a szem. Nehogy ide gyere, bazd meg, mert magam alá vizelek. Mindjárt összeszarom magam, hogy... Gyerekek, gyerekek... Induljunk meg hát, ha... Megint berágott a levegőre, lehet olyan büdös van, hogy szeletelni lehet láncfűrésszel körülötte. Jaj! Mennyi, mennyi, mennyi! Úristen, bazzeg! Mi ez? Gyere, itt egy házipál lesz üveg, kiszipolyozzuk, vákumos a szív. Oda megy most, vagy mi? Ezt valahogy az ajtóhoz kéne dobni. Azt a kurva! Magamra dobtam az üveget. Shit. Jaj! Mennyi, mennyi, mennyi! Azt a kurva! Ez hátul megigazította a frizuránkat a láncfűrésszel, gyerekek! Fussál már! Egy balos! Gondolom erre kell menni. Kézifék jobb! Jaj! Hát, gyerekek, úgy érzi a karakter magát lassan, mint egy... szeletelt párizsi. És jó. Hussá, geco! Jó, hallod, úgy utálom a horrorfilmekben is ezt, srácok. Nézzétek, mert minden szarba elbotlik, amikor menekülni kell. Tipikus horrorfilm jelenet. Hussá! Jaj! Jaj, de nagyon kígyó! Gyerekek, ez nagyon kígyó! Ó, bazdmeg! Ki van, mint a bicikli belső karakterünk, csulázik is egyet. Talán rá akart gyújtani lehet az utcsó cigire, vagy mi volt a kezében, nem láttam. Jaj, ne kezdjetek már énekelni, mert a YouTube itt fog virnyákolni. Nem lehet elnyomni. Az a baj.
Akkor lecsekkoljuk, srácok. Tetszik a játék, jó hangulata van, amennyire nekem egy horrorjáték tetszhet egyébként. Mint tudjátok, én nem vagyok egy nagy horrorjátékos, én hamar kiugrik a sportszelet, szóval... Azt a... Hát micsoda interjőri hatás, gyerekek, azaz munka. Hát nézzétek, egy égő kecskefej a falon, hát ki ne vágyna erre, nem? Hát minden éjszaka ezt látom magam előtt. Das ist interjőr. Most mi van? Meggyöttünk. Ja, itt volt az assassines csávó. Ha jól emlékszem, hogy itt metszett el a nyakakat. Mikor néztük a kamerán. A kollégától föl kéne venni egy fegyvert, vagy valamit. Mi a picsa ez? Azt a kurva. Azt a! Meggyógyult a lábunk, srácok! Ennyi, összefolyt. Merre kell itt menni? Menjünk ki fele, hát ha. És ez az. Ez lesz az. Hát kicsit le van lakva a város, gyerekek. Megszorítások vannak. Eljött értünk a haver. Ez úgy látszik túlélte a találkozást. Vissza kettő padlógáz, hagyj hajoljon a lemez, toljad neki. Hú, ecsém. Ott volt az asszaszín jócska, láttátok? Ház tetején. Azt hiányozza nekünk, köcsém, ez az asszaszín, még hogy itt elkezdjen amperkodni, mint József Attilának a vonat, gyereke. Ez mi van? Sok volt a szintetikus. Toljad neki havercsont. Történhetett itt a várossal vajon egyébként? Amúgy ez a csávó, most őszintén mondom nektek gyerekek, a Schumacher nem vezet így, mint ez. Nagyon küldi neki. Mi a fasz? Azta! Hát gyerekek, forog a föld! Tiszta romantika. Egyszer dolgoztam a Magyar Színházba, srácok, és ott volt ilyen forgó színpad. Das ist gut. Hát ez kemény. Mennyi sittetkő lapátódi, srácok. Ez a szerepbe. Hát ennek ki van, mint a bicikli belső, mi van ezzel? Dammit, are we cut off from everyone? Everyone must be dead. Everyone all right back there? Just a few bumps, we're fine. De legalább van velünk egy jó bringa, nem? We will be once we're far away. A little further and we'll be fine. Asta! Gyerekek, hát ez elkapta a bárányhimlőt. Ez a csávó. A 10 pontos ugrás! Most mi lesz, vajon? Hát, nem tudom, mi történhet.
Tű! Mentsünk egyet. Szép géme. Szép géme. Elég jó a játék, azt kell mondanom, is ütős. Nekem nagyon tetszik. Azt nem értem, hogy most mi van, gyerekek, hát most... Mi van? Hogy kerültünk ide? Vagy most mi van? Még hányszor kérdezem meg ebben a mondatban, hogy most mi van? Hát nem tudom, lehet a kománk egy a sarki takoncsapkodóba szétkapta magát, mint hülye gyerek a nápolyit egyébként, vagy némi szintetikus hatása alatt áll. Egyszerűen nem értem. Nézzük, hát mi van? Semmi. Le vagyunk kötözve, elköteleztük magunkat. Gyerekek, most átélhetjük Bartos élményeit a detoxikálóban. Egy Bartos szimulátor, vagy nem tudom. De nézzük, hogy... Anyád, mi az? Így gyerekek, hát annak valami komoly szúnyogcsípés van a nyakán. Ú, de rossz. Ezek a tipikus horrorfilmes effektek amúgy. Kilóg a lábad a takaróból, megfogja valaki, stb. Tehát itt visszaköszön a játékba. Ettől függetlenül egyébként nagyon jó a játék, tehát nekem nagyon tetszik. Most felkeltünk itt, ezt nem is értem, hogy mi van. Tehát mi a faszért keltünk fel itt, amikor ugratunk egy 4 kilométereset. Vagy hogy kerültünk ide? Na mindegy. Srácok, innen fogjuk... Nyugodj már le. Innen fogjuk folytatni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, skacok. Zsozé voltam. Pacsi. Szevasztok. Köszönöm, hogy megnézted a videómat és velem tartottál eme kalandos utazáson. Ha tetszett a videó, veress egy... tetsziket, ha nem tetszett, akkor meg diszlájkoljál, öcsém, a só egye ki a nyakad. És még annyit szeretnék kérni tőled, hogyha érdemesnek érzed a videómat, akkor kattints a megosztás gombra, itt az összes közösségi oldal elérhető, amin te létezel, és kérlek, oszd meg a videómat, hogy a komáid is láthassák. Köszönöm, Zsozi atya voltam, szevasztok!